Üdvözlök mindenkit, Havan Ágnes vagyok, a tortadekor.hu webshop szerkesztője. Mai oktató videónkban csokoládéból fogunk rózsát készíteni. Ez egy ilyen alakú belső tartóra van szükség. Az a lényeg, hogy jó csúcsos legyen a teteje, és pont beleilleszkedjen a rózserezőbe. Rakhatjuk dótra is, vagy drót nélkül is, ki hogy szeretné. Nem kell más ehhez, csak egy kis modell csokoládé. Ez a Saracinónak a gyári modell csokoládéja. Mindenkinek azt ajánlom, hogy ilyen 20-22 foknál melegebb helységben a nagyon kezdjen ebbe a munkába, mert a kéz melegétől, meg a meleg levegőtől nagyon gyorsan meg fog olvadni a csoki, és nem lehet vele jól dolgozni. Jó, tehát először összegyúrjuk egy gömbé, egy kicsit kukorica keményítő van ebbe a kis tasakba, azzal megszórjuk, és nagyon szépen vékony rajz, kb. 1 mm vastagságú szépen kinyújtjuk, majd ezzel a kisebb méretű szaggatóval 7 darab szirmot szaggatunk ki első körbe belőle. Ez elég lesz egy szíromra kezdésnek, majd 2x3 szírom további sorba rendezéséhez. Ha ezzel megvagyunk, akkor egy szivacspárnára fektetjük ezeket a szirmokat, és a kis nyújtórút segítségével egyszerűen csak elvékonyítjuk a szélét. Mivel ez nem cukormassa, hanem csokoládé, ezért sokkal-sokkal könnyebb nyújtani, mint egy cukormasszát. Ez nagyon gyorsan megy, ez a munkapillanatok alatt megvan a 7 szirom elvékonyítása, utána pedig a szaggatóhoz való erezőbe belefektetjük a szirmokat, vagy úgy, hogy ha akarjuk, hogy ilyen fehér maradjon, akkor rögtön bele is fektethetjük és megerezhetjük, vagy pedig, hogyha valamilyen színűre szeretnénk festeni, hát így néz ki, hogyha megereztük. Ha pedig valamilyen színűre szeretnénk festeni, akkor érdemes még erezés előtt befesteni, ez különben a cukorvirágmasszára is vonatkozik, azt is érdemes előtte befesteni és utána megerezni, mert akkor az erek szépen széttolják a festéket és sokkal természetesebb hatást nyújt a szírom. Jó, tehát ehetőragasztóval bekentem ezt a kis tartó állványt, amit amúgy Saracinónak a cukorvirágmasszájából csináltam, hogy keményre száradjon. És feltettük az első szirmot, az alját azt levágjuk, pont ott, ahol egy kicsit kiszélesedik ez a kis tartó. Nem szeretnénk, hogyha a tartó szélesebb lenne már, úgyhogy a maradékot azt le kell belőle nyeszetelni minden egyes szirom sorban. Jó, tehát az elsőt feltettük, és vele szembe indítjuk a második, harmadik és negyedik szirmot. Ezek egy sorba kerülnek, egymást fedik, tehát mindig be kell illeszteni a következő szirmot az előző alá. Hogyha szépen beillesztettük, beragasztózzuk egy kicsit még a széleit, hogy jobban illeszkedjen, és újra levágjuk a felesleget, ugyanott, ahol az előző szíromnál is tettük ezt. Tehát a külső szélesebb részre ne hajoljon rá még a szírom. Utána jöhet a következő sor, ez is 3 szirom, ezeket is szépen egymás alá behajtva föltesszük, és figyelve arra, hogy a magasságuk az ne nagyon menjen túl az előző szirom sornak a magasság, illetve talán egy kicsit túl mehet, de nem szabad, hogy nagyon felnyúljon. Jó, ezekből is levágtuk a felesleget, és akkor egy kicsit félretesszük ezt a bimbót, most még csak bimbó, és utána kezdhetjük az újbóli 6 szirom kiszaggatását, ugyanezzel a pici szaggatóval, megint csak kinyújtjuk a masszát, de lehet látni, hogy mennyire nagyon szépen lehetett nyújtani gyorsan ezt a masszát. Pippakra készen vagyunk a nyújtással, kiszaggatjuk a 6 szirmot, megint elég gyorsan megy, és megint csak jön a vékonyítás a szivacslapon, és már rakhatjuk is föl a szirmokat. Ezeket a szirmokat én annyira nem festettem be, minél
egy olyan rózsát szerettem volna, aminek a szélső szirmai világosabbak, mint a belsők, tehát legyen egy markáns belső rózsaszín mag, és utána pedig egy halványabb rózsaszín szirmok, úgyhogy én azokat nem festettem be. Szépen kihúzogatjuk, hogy kicsit kijebb álljanak a szirmok, mint maga az előző réteg, és akkor szépen ezt is leragaszgatjuk. Kicsit meg lehet így nyomni a szirom véget, akkor egy kicsit olyan V-alakban megáll, vagy ki lehet hajtani, esetleg a végeit kifelé pöndörödnek. A csokoládé nagyon jó ebből a szempontból, mert ahogy meghajlítom, az úgy megáll. Jó, hogyha megvan ez, akkor félretesszük, és a... Tehát eddig volt 2, 3, 4, 3, 12, 13 szirmunk, és csinálunk még 3 külsőt, tehát 16 szirmból áll ez a rózsa. Nem egy nagy durranás megcsinálni, tehát kis hengert gyűjtöttünk a csokiból, majd ebből a hengerből csináljuk ezt a szélein és a tetén elvékonyított formát, arra ügyelve, hogy minél több csoki maradjon alul és középen. Ez most ez az első szaggatás, ezt kiszaggattuk, és még a szirmokat jól el kell vékonyítani a széleken és a tetején, hogy még vékonyabbnak, hajszál vékonyabbnak tűnjön, de belül meg kell hagyni ezt a vastag részt, mert az fogja tartani a szirmot. Lehet látni, hogy a szélén milyen vékony, belül meg milyen vastag a szirom. Jó, ha ez megvan, akkor ezt is befestjük, még az erezés előtt, de én ezt már csak egy nagyon halvány rózsaszín és egy nagyon halvány zöld árnyalatot adok neki. Éppen, hogy mondjuk a csokoládé sokkal jobban fogadja a porfestéket, sokkal szebb rajta a porfesték, ezért nem kell rá annyi, mint mondjuk a cukormasszára. Így lehet látni, csak éppen, hogy egy kicsit kentem szélére, majd egy nagy gömbszerszámot keresek éppen, de hol is van, megvan. De a tenyerünkbe teszünk egy kis keményítőt, a gömbszerszámmal pedig egy kicsit megnyomkodjuk, szétnyomkodjuk azt a széles részt, hogy kialakuljon a rózsának ez a kis gödre, ez az íve a rózsaszíromnak, mert máskülönben nem tudjuk bele préselni ebbe a mély erezőbe. Akkor még az ujjunkkal rá segítünk, hogy szépen meleprésre legyen, kicsit a fölösleget levágjuk alulról, és egy kicsit megigazítjuk. Jó, és akkor most az erezőt is bekenjük keményítővel, és jól megnyomjuk. Tehát lehet látni, hogy milyen szépen kijött belőle, egyáltalán nem ragadt, és egy kicsit eltesszük száradni, nem is száradni, inkább csak keményedni, addig megcsináljuk a következő 2 szirmot is. Ha pedig megvan már mind a 3, és száradt is már, mert egy 5 percet én hagytam száradni őket, akkor a kis bimbocskánk alját bekenjük eltő ragasztóval, és a 3 szirmot egymás alá csúsztatva szépen feltesszük. Lehet látni, hogy olyan jó megszáradtak a csoki szirmok, hogy szinte magától megtartja ezt a formát. Nem is kell vele semmit csinálni, csak egyszerűen feldobálni. Szépen megtartotta a formát, egy kicsit bekenjük ragasztóval, ahol kell, hogy megfogja. Lehetőleg ne a szélét, hanem belül, mert így a szirom szélet majd ki tudjuk hajtani egy kicsit, és akkor még életűbb lesz a rózsánk. Tehát ott belül kentük be, és akkor majd oldalról is ki lehet hajlítani a szirmokat. Jó, de egy kicsit érdemes most már ezeket a nagy szirmokat lefelé meghajlítani, de lehet látni, hogy egyszerűen a csokiból ez valami irtozatosan könnyű csinálni, mert annyira jól megállnak a szirmok, hogy szinte csak hozzá nyúlok, és olyan nagyon szépek lesznek. Jó, tehát ez a 16 szirmú rózsa, ami pipakra készen van csokiból.
ha még tovább akarunk menni, és nem fáradtunk el, akkor kiszaggathatjuk a csészelevelet. Hát én most nem kevertem be zöldet, mert nem volt kedvem hozzá most a videóhoz, bocsánat, de aki akar, azt azért érdemes egy halvány zöldből elindulni a csészelevélnél, és körkörösen kinyújtani a széleket, és belül meghagyni egy vastagabb részt, egy kis dombot, majd ez fog nekünk segíteni a csészelevelek megtartásában is. Úgyhogy egy kicsit még. Ezt azért annyira nem kell vékonyra, mondjuk én erről vagyok híres, hogy mindent halálvékonyra nyújtok, de a csészelevelek azért nem egy olyan vékony levélkék, de azért sikerült átlátszóra nyújtani még én is a masszát. Na, most már akkor ki lehet szaggatni, ez egy sima FMM csészelevél, rózsalevél szaggató. Ez olyan szépen nem vágta el, mint a másik, de még egy próbálkozásra. Ha nem sikerül, akkor meg kell fordítani ezt a szaggatót, és az ujjunkkal kell egy kicsit lenyomkodni a csokit, és akkor gyönyörűen kiszaggatja. Lehet is látni, hogy milyen szépen sikerült. Jó, felesleget feltesszük, és akkor lehet festeni. Hát, hogyha zöld alapban ez a massza, akkor ez nagyon szépen lehet festeni. Én egy kicsit elbajlódtam vele, mire sikerült aránylag zöldre befesteni. Már ettől most nem igazán vagyok boldog ettől a színtől, de ezt most nézzétek el nekem, hogy így sikerült. Tehát mielőtt föltennénk, ráfektetjük a szivacslapra, és egy erezővel, ami most mondjuk a ceráknak az előző ugyanolyan jó a PML, vagy egy olcsóbb erező, három kis, vagy több kis csíkot húzunk rá, hogy kicsit felfelé hajoljanak ezek a kis levélkék. És ezzel megvagyunk, akkor még aki nagyon precíz, még bevághatja egy kicsit a csészelevelek széleit, mert a rózsának is vannak, így kiállnak ezek a kis, nem tudom mik, ha valaki tud rá egy jó nevet, akkor írja rá majd hozzászólásba, hogy mi lehet ez ennek a neve. Szóval, hogyha elkészült, akkor elővesszük a rózsát, még egy kicsit bekenjük ehető ragasztóval, elővesszük a rózsát, azt is bekenjük ehető ragasztóval az alját, és szépen rá fogjuk csúsztatni a csészelevelet. Ha rácsúsztatjuk, akkor megfordítjuk, és szépen kézzel összenyomva, egy csiptetős módszerrel összenyomogatjuk a leveleket, és mivel előtte beeresztük, ezért ez nagyon könnyen szépen beáll. És ha még most sem fáradtunk el, akkor még megcsinálhatjuk a szártakarást is, ami már abszolút nem egy nagy duranás, szintén csokiból, most már beszíneztem zöldre a csokit, nehogy kapjak egy pár jó kis hozzászólást, szóval beszíneztem zöldre, bekenjük ételfestékkel a csészelevél alját, még egy kicsit a drótot is, rányomjuk ezt a kis hengert a drótra, egészen föl, mindig a kezünkkel igazítsuk, hogy ne legyen olyan nagy bumszli, hanem szép vékony szára legyen ennek a rózsának, szépen fölnyomjuk, végigmasszírozzuk, és egy simító, a cserátnak egy kemény simítója, azzal szépen összehangoljuk ott alul az illesztést, hogy tényleg úgy álljon, mint egy rózsán, és nem úgy, mint egy bumszlim. És utána még egy kicsit zölddel ráfesthetünk, hogy még jobban össze tudjuk hozni az ottani illesztést. Jó, tehát így néz ki a 16 szirmú csoki rózsa. Mindenkinek jó időtöltést kívánok!